Szeretettel üdvözöllek benneteket, Domonko Zsolt vagyok, a Weider Professional Fitness Trainertől, és egy újabb oktató, tanácsadó, ismeretterjesztő videót szeretnénk veletek megosztani. Ismét egy pici diétáról lesz szó, mégpedig csalások, csalós napok a diétában. Hallottunk ilyeneket? Hát én sajnos elég sokszor hallom ezt. Nyilván elsősorban az élsportolóktól, mert ott megvan a helye ennek az időszaknak is, de ez a kis tudásanyag, mivel most már nagyon sok a közösségi média és a bulvár hírek, amik ugye a háztartásunkat, hogy úgy mondjam, szennyezik, ezért nagyon sokszor az átlag ember is magára veszi ezeket az úgymond jótékony csalós napokat. No, hát kanyarodjunk vissza Ádám Évához, hogy csalós nap az miről is szól, és mikor jó, mikor nem jó, szabad-e, nem szabad-e használnunk. A legfontosabb tézis talán az lehetne ebbe a történetbe, hogy ne vegyük általánosságban minden embert egy kaptafára. Tehát az, hogyha valaki egy átlagos hétköznapi életet él, vagy még talán kevesebb mozgásszegényebb életmódot folytat, mint egy átlag ember, egész nap a számítógép klaviatúrát nyomkodja a munkahelyén mondjuk, majd este hazamegy, és csak a tévéképernyő kapcsolóját nyomkodja gyakorlatilag, az nem munkavégzés, srácok. Tehát egy ilyen ember, aki elkezd konkrétan diétázni, fogyni szeretne, az ő életritmusa miatt sem férhet bele igazán az, hogy csalós napokat tartson. Jó? Tehát, ha egy élsportolóról beszélsz, egy olimpiai sportolóról például, akkor egészen biztos, hogy ő alkalmas, sőt, van, aki abszolút nem is gondolkodik abban, hogy csalós nap vagy nem csalós nap, folyamatosan csal. Hát srácok, olyan kalória igénye van egy olimpiai sportoló bizonyos szakaszaival felkészülésének, hogy ezt átlagember épésszel felfogni sem tudja. Mondjuk egy Michael Phelpsből kiindulsz, aki az olimpiára készül, csupa selejtete lett. Hát ha utána nézel mondjuk, néhány hírportálon talán megtalálod még, legutolsó olimpiára, amikor készült, 8-10 ezer kalória. A selejt a selejt alatt, mondhatni a szart a szarra lette, tehát reggel felkelt, akkor 4-5 hamburger, 2-3 energiabár, 8-10 palacsinta, így indult a napja. Tehát konkrétan semmi ténylegesen egészséges, jó minőségű élelmiszert nem vitt a szervezetébe. Oké, csak naponta 2-3-szor becsobbant a medencébe, 5-10 kilométereket úszva, óriási táv, óriási megfeszített tempóval gyakorlatilag, olyan intenzitással, amit egy átlagember felfogni nem tud. Jó? Vagy teljesen más, hogy milyen sportról beszélgetünk, mert sajnos el vagyunk egy kicsit kényeztetve, hogy a testépítő fitness sport, hogy úgy mondjam, tudásanyagtárába is megmaradtunk ezen a szinten. Egy olimpiai sportolónál azért napi 3 edzés az nem ritka. Akkor is, ha nem feltétlenül élversenyző egy olimpián, meg nem is csak edzőtáborozik, de még a judósoknál hallok olyanokat még év közben is, hogy napi 2 edzést, 3 edzést simán letolnak bizonyos időszakokban. Nyilván veszélyes ez a játék is, de azért mondom, a kalóriigényük egészen más. Jó, tehát sokkal többet tudnak megengedni maguknak, mint te vagy én, aki konkrétan ennek negyedét sem végezzük el az edzőteremben munkateljesítményként. Jó? Tehát csalós napok, még egy picit még tegyünk hozzá, hogy csalós nap, nyilván tudunk-e akkor, hogy működik egy diéta. Egy diéta úgy működik, szinte minden esetben, hogy szénhidrát csökkentéssel kell, hogy dolgozz. Tehát jó, alacsonyan kell tartanod a szénhidrátokat. Előző videónkban megbeszéltük, hogy a fehérje meg a zsíradék az változó, attól függ, hogy éppen milyen diétát követsz, és mi az, ami neked beválik, ezt személyre tudjuk szabni, hogy a számodra melyik az optimálisabb. De a szénhidrát az biztos alacsonyan kell lenni. Mégpedig azért, mert a sejtjeid a szénhidrát megvétele, megvonása következtében elkezdenek laposodni. Amit glikogént raktároztál, azt a 4-500 grammot, azt elkezded kiüríteni, és mivel a glikogén az rengeteg vizet tart meg a szervezetben, folyadékot köt meg, az is elkezd csökkenni radikálisan. Tehát megindul egy fogyásod. Ahhoz, hogy ténylegesen jól és kellő mennyiségben fogyjál, legalább 40-50 napnak el kell telnie, hogy valóban ne csak vizet veszél, és minimális zsírt, hanem zömében zsírtól szabadulj meg, és kevesebb folyadéktól. Jó? Tehát ez a sejt zsugorodás, úgymond laposodás, a folyadék ürítés együtt fogja mutatni majd a formádat, és a zsírégetésed is nyilván. Sajnos a rossz hírem az, és ez már most egy indok arra, hogy vajon szabad-e vagy sem csalnod a diétába, hogy visszafelé a mechanika a szervezetedbe, a te biokémiát, hogy úgy mondjam, ugyanígy működik. Tehát, ha te bekajálsz, akár egy vagy két napig folyamatosan zabálsz jóval több szénhidrátot, mint amit megengedhetnél magadnak, akkor ez vice versa ugyanígy fog működni. Tehát jó sok glikogént bejuttattál szénhidrát formába, azok jó sok vizet megkötnek
a szervezetedbe. Lehetséges, hogy két napos jó bekajálás után nehezebb a súlyod, mint 3-4 hét előtt, hogy elkezdted diétázni. Borzalmasan nehéz újraindítanod ezt a folyamatot, hogy tovább tudj fogyni, megakasztod a fogyásodat. Ez a tipikus szlenges szó, ez a jójózásod. Leföl, fogysz, hízol, fogysz, hízol. Minél többször visszajójózod magad konkrétan a start állapotodba, annál nehezebb újra fogynod. Annál nehezebben fog az anyagcséréd újra felgyorsulni. Ne játsszuk ezt el, srácok. Különösen nem, ha te úgymond az átlagember kategóriájába tartozol, ezt nem teheted meg, jó? Különben borzalmasan nehéz lesz később ténylegesen lefogynod, zsírból fogynod. Egy átlagember mennyire megvezethető? Vegyünk egy tipikus példát, nyilván ezt nem szakkönyvben szeretném veled megosztani, hanem csak így mondhatni négy szem közt, hogy itt ülsz a képernyő előtt. Tegyük fel, hogy Juliska néni hallott erről a tipikus csalós diétáról, hogy érdemes bizonyos időszakonként, akár hetente csalós napot tartani. Képzeld el, megjelenik egy bulvárlap, a képen, amit hozzátettek ugye, mintapéldányként egy testépítőt látsz, félmeztelen vetközve, előtte egy hatalmas tálca, pizzával, hamburgerrel, jégkrémmel, sült krumplival, mondjuk egy tipikus mekis kajával, mekis menüvel, ott látod, és fölé írva, hogy nagyon jó a fogyásomhoz, a zsírégetésemhez a csalós nap. Heti egy csalós nap csodákat művel. Juliska néni ezt látja. Juliska néni előtte kipróbált jó néhány diétát. Kipróbált a káposztaleves diétát, nem kevés gázképződéssel, ugye az egész falu kárára. Kipróbált a 90 napos diétát, mert mindenki ezt mondta, hogy 90 napos választó diéta mennyire tökéletes, igaz? Hát ez se volt az igazi. De meglátta ezt a bulvárlapot, csalós nap, aha, jött az aha élmény, hogy akkor ez az ő igazi diétája, felcsillant számára remény, hogy akkor igen, hát látja ezt a testépítőt, aki bokától tokáig szálkás eres konkrétan, úgy néz ki, mint egy anatómiai tanulmány. Akkor kipróbáljuk a csalós diétát. Hát szerintetek be fog válni neki? Kicsi az esély, igaz? Hát Juliska néninek az életvitele nem ugyanaz, mint mondjuk számtalan professzionális testépítőjé. Ráadásul nem írták le a cikkbe ugyan, de nem mindenki a naturálvonalat követi. Testépítő között se képzeljétek, nem csak olyan sportolók léteznek, akik abszolút megfelelnek a WADA, a doping kontroll, úgymond a Nemzetközi Doping Szövetség szabályainak. Nincs is ezzel probléma, nem erről akarok feltétlenül beszélni most, de a cikkben nyilván nem írták le, hogy ez is ez az élsportoló, ez némi kemikáliát használt a diétájához. Tehát például 500 mg tesztoszteron per nap. X mennyiség növekedési hormon, pajzsmirigy hormon, klembuterol, vízhajtó, inzulin. Ugye elég lesz. Tehát Juliska nénnek ez nem áll rendelkezésére, és nem is akarja, hogy a rendelkezésre álljon a diétája alatt. Egészen más szervezetről beszélünk. Lehet, hogy annak az adott sportolónak, egy testépítő sportnak ez tök jó, mert ezzel egy óriási nagy lökést ad, egy inzulin löketet ad a szervezetének, hogy egy versenyformát utolsó egy-két napban még tökéletesebbre tegyen. Mert ott volt egy komoly vízhajtása is a verseny előtti héten. Jó, ne tévesszük össze azt, hogy kinek beválik valami, és valakinek meg biztos, hogy nem. Tehát én nem javaslom, srácok, a csalásokat a diétába. Ha van egy-egy nap, amikor picit úgymond félreeszünk, az már jócskán, jó pár hónapos diétát követően történhet meg, amikor már alaposan megindult a fogyásunk, ezzel nem akasztod meg akkor, hanem lehet, hogy rásegítesz. Tehát stagnálsz például egy 3 hónapos diétánál, amikor a nagyon alacsony van a szénhidrátod, majd egy napot adsz neki, de nem rengeteget, hanem adsz egy 150-200 g-nyit, de minőségi szénhidrátot. Jó? És ezáltal nem selejteket viszel be, egyrészt jobbat teszel a szervezetednek, kapsz egy plusz energiaforrást, mert egy hosszú láncú, hosszabb felszívódású szénhidrátot adtál, a szervezeted azt fogja hinni, hogy ó, hát fogyhatok én még, hiszen van még itt energia bőven. Jó, néha így becsaphatod. Ha már megindult a fogyásod, akkor egy-két hetente egy picivel többet adhatsz a szervezetnek, jó? Szénhidrátból is, de minőségi szénhidrátból, nem csupa selejtből. Erről szól az is, amikor a versenyzők például nagyon sokan még akár egész éven keresztül is tudnak alkalmazni egy ilyen ingáztató
diétát, amikor ugye különböző szénhidrátos napokat tartanak, van nagyon alacsony, van közepes és magas szénhidrátos nap. Mert ezzel kellőképpen tudnak fogyni is a nagyon alacsony napnál, magasabb szénhidrátos napnál viszont egy picit jobban táplálják az izomsejteket, tehát támogatják is az izom épülését. Jó? De ez már jócskán el kell indulni a fogyás ütemének. Jó? Tehát azért mondom, a fogyás, a srácok, nem illeszthető egy kaptafára mindenkinél, és ne hagyjuk magunkat megtéveszteni se a bulvár médiával, se azzal, hogy valakinek valami beválik, akkor nekem is tutira be fog válni. Jó? Én remélem, hogy picit sikerült a téveszméket eloszlatni. Ha ennél többet szeretnél tudni a diétáról, nagyon sokszor, nagyon sok szeretettel várunk benneteket és téged konkrétan a táplálkozási tanácsadó kurzusunkon. Ha az edzősködéssel szeretnél foglalkozni, van rá lehetőséged még a jövő évben, hogy oktatóként, személyedzőként dolgoz ebben a fajta szférában, hogy úgy mondjam, ha tényleg szereted ezt a közeget. Jó? Számtalan könyvet is tudunk neked biztosítani, saját kiadásod és saját, mondhatni, magam által megírt könyveket is tudok neked javasolni. Itt a film végén megtalad ezeknek a lehetőségeit, hogy hol tudod elérni és megvásárolni őket. Nagyon köszönöm a figyelmedet, és sok sikert kívánok a diétához.